A város látképe szempontjából nagyon fontosak a különféle kertek, zöld területek. Megfelelő gondozással nem pusztán szép látvány lehet a virágok, díszek sora. Közös munkával igazi közösségi eseményé, céllá is válhat egy-egy terület szépségének fenntartása. A római városrészben az egykori elkerített tó helyén készült el egy sziklakert, amelyről Bartendre árult el részleteket. Egy közösségi sziklakertnél vagyunk, és nem véletlenül használom ezt a szót, hogy közösségi, hiszen jól emlékszünk rá, hogy itt volt egy ilyen kis tóféleség, amit az itt lakók segítségével megszüntettünk, és most sikerül egy... Én azt gondolom, hogy egy méltó kis sziklakertet varázsolni ide, ezért én nagyon hálás vagyok. Viszont, hogy miért is van ez a közösségi szó, ez később nagyon szeretném azt, hogy csatlakoznának újra ugyan a lakók, tehát ezt közösen tudjuk majd szépítgetni, lehet ide egy kis virágokat hozni. Én magam is így fogok majd tenni, és erre buzdítok többeket is. Fontos azonban elmondani, hogy mielőtt itt bárki külön ültetgetésbe kezdene, én azt szeretném, hogy vegye fel a kapcsolatot vagy velem, vagy pedig a főépítészeti irodával, és biztos, hogy meg fogjuk találni azokat a dolgokat, mert tényleg egy ilyen együtt tesszük majd csodálatossá itt ezt a mögöttem lévő területet. A képviselő kiemelte, a sziklakert mellett más munkálatok is zajlanak a körzetben. Elindul a zárt kutyafuttató építése, illetve több köztéri bútort helyeztek már el a lakók kérésére. A héten elindul a zárt kutyafuttatónak a felmérés, ugye már megtörtént, megszületett a döntés, de most már tényleg úgymond az alapkőletétel is, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy egy-két héten belül már meg maga az egész igénybe vett, hogy a lakók is, illetve a kedvence is igénybe tudják már venni. Voltak padfelújítások, illetve ezek folynak is. Szintén közösségi munkával szeretném majd egy ilyen kis festegetést itt a régi padokat még így rendbe hozni, azokat a munkákat, amiket kellett, azt a DVG elvégezte, de például pont itt a Váci Mihály utcában is vannak olyanok, amiket majd csak le kell festeni. A képviselő hozzátette, megszűnik a körzet egyik legsúlyosabb problémája. Kijavítják az Apácai Csere János út, Vasmi út, illetve a Martinovics Ignác utca által keresztezett megsüllyedt járdaszakaszt is.